Zsinórban harmadik tavaszi idegenbeli meccsin Gyulán a Szeged ellen lépett pályára a kisvárdai csapat. A mély talajon a 25. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést, amit erős egyenlített ki a 41. percben. A második fél időben egyre inkább fölénybe kerültek a vendégek, és a 85. percben Lukász megszerezte a három pontot érő találatot. A játékos álmány tekintve azért mi előbbre tartunk, mint a Szeged, nem lebecsülve természetesen a szegedi csapatot, de Biztos voltam abban, hogy ezt a mérkőzést meg fogjuk nyerni, látszott a srácokon az az elszántság, ami kellett ahhoz, hogy ha ezt kiviszik a pályára, akkor ezt a meccset meg fogjuk tudni fordítani. Bár tavasszal vereten a kisvárdai együttes, a korábbi válogatott támadóban a Rajci Péterben van némi hiányérzet, az eddig megszerzett pontok számát tekintve. Három mérkőzésből csak egyet tudtunk megnyerni, sajnos a, az elsőn hiába játszottunk jól több, egyén hívát elkövettünk, ami miatt nem tudtunk nyerni. A második mérkőzésen úgy gondolom mindenki nagyszerűen teljesített, de szerencsénk nem volt. Most a harmadik mérkőzésen, ha bár nem játszottunk igazán jól, de legalább szerencsénk volt, és így tudtunk nyerni a forduló további eredményei Dunaújváros Balmazújváros 2-3, Vác Siófok 0-1, Szolnok Sziget Szent Miklós 1-1, Csákvár Ajka 3-1, Sopron Budajos 2-0, Gyirmót 1-0 és Zalaegerszeg Mezőköves 0-1. A tabella élén a 40 ponttal, megelőzve a 33 pontos Zalaegerszeget és az egyaránt 29 pontos Budajosöt, illetve Mezőkövesdet. A Kisvárda Mastergut 27 ponttal a 6. helyen várja vasárnapi is jófoki vendégjátékát.